Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arra szeretnélek ösztönözni, hogy minél többet beszélj angolul külföldön a helybéliekkel. Most idén nyáron talán te is tervezel egy hosszabb vagy egy rövidebb külföldi utat. És ez az út nem csak arra egy remek lehetőség, hogy kipihend magad, hogy relaxálj, hogy napoz, hogy úsz, hogy minél incsiklandozóbb ételeket, tengeri ételeket fogyasz, hanem arra is egy nagyon jó lehetőség lehet, ha tudatosan használod, hogy nagyon sokat fejlődjön az angol nyelvtudásod. Miért javaslom azt mindenkinek, hogy beszélje minél többet külföldön a helybéliekkel? Első és legfontosabb szabály, hogy nincs tétje ennek a dolognak. Tehát ugye itt nem egy vizsgabiztossal vagy egy nyelvtanárral áll szemben, hanem egy olyan emberrel, akinek az a dolga, hogy megértsen téged, hogy kommunikáljon veled, és hogy segítsen neked. Tehát ha külföldön, hogyha te a pincérrel, vagy a portással, vagy egy helyi idegenvezetővel, vagy egy helyi a múzeum alkalmazottjával beszélgetsz, akkor mindenképpen ugye egy olyan emberrel állsz szemben, aki azért van ott, hogy kommunikáljon veled, és mivel valószínűleg az angol az egyetlen olyan közös nyelv, amit mind a ketten beszéltek, ezért kizárt dolog, hogy te át tudjál váltani magyar nyelvre. Tehát ha éppen abban az esetben nem sikerül megérteni azt, amit az illető mond, vagy nem tudod neki elmagyarázni, hogy pontosan mit szeretnél, akkor sem történik semmi, hiszen kérhetsz segítséget mástól, oda mehetsz egy másik pincérhez, vagy beszélgethetsz az illetőnek az egyik kollégájával. Tehát előbb-utóbb biztos, hogy fogsz valakit találni, aki megért téged, és aki tud neked segíteni. A második számú tanács, vagy a második számú szempont az az akcentusok szempontja. Lehet neked akármilyen jó a nyelvtanárod, egészen biztos vagyok benne, hogy ha nagyon sokáig dolgozol ugyanezzel a tanárral, vagy ugyanazzal a segítővel, akkor egy idő után a füled rááll az ő kiejtésére, és rááll az akcentusára. Akkor szoktak érdekes helyzetek kialakulni, amikor sok évi angol tanulás után valakinek lesz mondjuk egy skót főnöke, vagy egy skót kollégája, akivel napi szinten beszélgetnie kell telefonon, és egyszerűen, mivel teljesen más az akcentusa, nagyon-nagyon sok nehézséget szokott okozni ez a tényező az angol nyelvű szövegek megértésében. Itt viszont, tehát egy külföldi utazás során rengetegféle különböző akcentussal találkozhatsz, és nagyon ideális környezet ez arra, hogy halld az angol nyelvet olyan emberek szájából, akinek nem ez az anyanyelve, hanem aki szintén ugyanúgy valahol tanulta, valahol elsajátította, akár csak te. És a harmadik számú szempont, ami miatt én ezt mindenkinek ajánlom, az önbizalom növelés. Elképzelhető, hogy az első napon, vagy az első néhány napon ez a dolog nehézségekbe fog ütközni, hiszen elképzelhető, hogy nem fognak téged megérteni, vagy te nem fogod megérteni a másikat, a beszélő partneredet. Viszont ahogy múlik az idő, ha tudatosan és rendszeresen csinálod ezt minden nap, mondjuk egy egyhetes külföldi nyaralás során, tehát hogyha tudatosan csinálod ezt, és rendszeresen keresed a lehetőséget arra, hogy beszélgess, hogy kommunikálhass a helyiekkel, akkor én garantálom neked, hogy a hét közepére, vagy a hét második felére, mondjuk inkább ezt, nagyon nagy löketet fog kapni az önbizalmad és a magabiztosságod, mert azt fogod látni, hogy bármilyen helyzetben, bármilyen környezetben fogsz találni külföldön is egy olyan embert, aki megért téged, akinek fel tudsz tenni egy kérdést, és akinek megérted a válaszát. Tehát én mindenképpen azt javaslom neked, hogy a mostani külföldi nyaralásodat ne csak arra használd,
hogy pihenj és kikapcsolódj, hanem próbálj meg tudatosan olyan lehetőségeket és olyan helyzeteket keresni, amelyekben a helyiekkel tudsz angol nyelven kommunikálni. Pincérekkel, portásokkal, múzeumi tisztviselőkkel. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!